Ismét bezárják Szőul összes éjszakai klubját, miután egy bulizó fiatal egyetlen este alatt több tucat embert fertőzött meg a koronavírussal. A hatóságok szerint a főváros népszerű buli negyedében 7200-an is lehettek azokban az órákban, így a kontaktkutatás szinte esélytelen. Mungjain elnök szerint mindenkinek oda kell figyelnie a tünetekre, hogy az ország ne essen vissza a márciusi állapotba. A negyed egyik szórakozó helye lehet az új gócpont. Bár sikerült megfékeznünk a járványt, fontos megértenünk, hogy a koronavírus bármilyen zárt térben vagy tömegben könnyen terjedhet. Addig nem nyugodhatunk meg, amíg a betegség létezik, mondta. A hír hatására Kína is szigorított az ellenőrzéseken. Vasárnap 14 új fertőzöttet regisztráltak, ebből kettő külföldről érkezett Sánkájba. Peking az utóbbi hetekben a beutazók szűrésére koncentrál, hiszen újabban északon azonosítanak több esetet, ahol naponta ingáznak a helyiek Kínai és Oroszország között.